Köszöntöm kedves nézőinket, a Pilisi Szemlét, a Pilis TV rendhagyó magazinját látják. Palkovics Mária vagyok. március 11-e óta országos veszélyhelyzet van érvényben a koronavírus okozta járvány miatt. Hogy ne maradjanak le semmiről, összefoglaltuk az elmúlt hét legfontosabb híreit Solymáról, Pilisszentivánról és Pilisvörösvárról. Az a program, amivel én foglalkozom, Kezedben az egészséged, hát ez egy népművelés, egy egészségtudatos szemléletet tükröz. Nem vagyok járványügyi szakember, sem virológus, viszont valamilyen szempontból úgy érzem, hogy nekem öröm, hogy beszélhetek erről a koronavírusról, olyan tekintetben, hogy soha nem látott mértékben nőtt meg az embereknek az egészségükkel való foglalatossága. Magyarországon a legjobb termőföld a löszön alakul ki, és az azon keletkezett Feketeföld csernozöm talaj az a legjobb. Solymár területén is meglehetősen nagy borítottságot mutat, és arra gondolnak, hogy a Nagykovácsi utcán át vezetett a Zsíroshegy felé egy löszmély út valaha. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a baroszínű hajlapos fel. Ez a kis kormány néhány perce vár, ne tessék félni, senkinek se vár. Összehozta ezt a véletlen, na hát szép kis baleset, hogy éppen én, na is, hogy éppen te váratlanul, a sors így fordult.